Gulyás Gergely azt szeretné, ha minél hamarabb megegyezés születne az Audi és a magyar munkavállaló között. Általános sztrájktól pedig a miniszter nem tart. Szerinte a baloldal az antiszemitizmust teszi szalonképessé a Jobbikkal való összefogással. Összefoglaló következik a mai kormányinfóból. Kicsit fáj az érdeklődésbeli különbség, ami látszik az első és a második kormányinfó között. Gulyás Gergely tréfálkozva azt vette kissé zokon, hogy a múlt heti kormányinfón, amelyet Orbán Viktor tartott, többen voltak. A miniszter már komolyan reagált a Rádai utcai kollégium leégésére. Az újjáépítéshez szükséges valamennyi anyagi forrást a kormány a református egyház, a Dunamelléki református egyház kerület rendelkezésére fogja bocsájtani. Majd egy másik szomorú bejelentéssel folytatta. A kormány saját halottjaként tekint Eddie Vajnára, és gondoskodik a temetéséről. Budapesten a Kerepesi úti, vagy más néven Fiumei úti temetőben lesz a végső nyughelye a kormánybiztosnak. A legutóbbi ülésen pedig eldőlt, a kormány nem vesz részt jövő héten azon az európai parlamenti vitán, amelyet Magyarországról tartanak. A vitát még a zöld párti frakció kezdeményezte, tekintettel a tüntetésekre, a munkatörvénykönyvének módosítására és a közigazgatási bíróságok létrehozására. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a vita elfogult lesz valós érvek és okok nélkül. Az európai parlamenti újabb vita Magyarországról minden valós okot és indokot nélkülöz. Gyakorlatilag a jelenlegi európai parlament megbízatása májusban lejár. Kifutó széria a jelenlegi európai parlament, és az utolsó halálhörgését láthatjuk most. Gulyás Gergely hozzátette, a jelenlegi bevándorláspárti többségű európai parlament a Soros tervet hajtja végre. A Soros ellenes kampányról viszont Arthur Finkelstein üzlettársa úgy nyilatkozott nemrégiben egy svájci lapnak, hogy tudatosan lett felépítve, ebben pedig a sztár tanácsadó segített a kormánynak. Sem a Fidesznek, sem pedig a kormánynak az említett úr semmilyen tanácsot nem adott. Botrányt a miniszter a Jobbik házatáján lát, valamint a párttal való összefogás miatt a baloldalon is. Ma a magyar baloldal semmi más nem tesz, mint a rasszizmust és az antiszemitizmust próbálja szalonképessé tenni. Gulyás Gergely ezzel Schneider Tamás kiszivárgott esküvői fotójára utalt, a közös ellenzéki tüntetések pedig szerinte nem fenyegetnek általános sztrájkkal. Az eddigi tiltakozások alapján azt látom, hogy semmilyen veszély nincs általános sztrájk tekintetében. Az Audinál dolgozók sztrájkával kapcsolatban a miniszter csak reméli, hogy a felek meg tudnak egyezni, mivel a kormány nem tud beszélni egy külföldi cég és a munkavállalók közötti vitába, válaszolta a miniszter az ATV.hu kérdésére.